13. ifjúsági atlétikai Európa bajnokság férfi 800 méteres döntő. Ladies and gentlemen, the final of the 800 meters men. Az indulók és a pálya beosztás. The order of stars. Egyes pálya. Lane number one. Sergei Volozhin, Ukrajna. Ukraine. Kettes pálya. Lane number two. Ivan Manjón, Spanyolország. Spain. Harms pálya. On lane three. Roberto Parra, Spanyolország. Spain. Lényes pálya. On lane four. André Buschel, Schweiz. Switzerland. Kettes pálya. Lane five. Sebastian Miller, Lengyelország. Poland. Hatos pálya. On lane six. Wojciech Kaldowski, Lengyelország. Poland. Hetes pálya. On lane number seven. James Nolan, Írország. Ireland. Egy hatos van. And on lane eight. Oh. Artyom Maskrov, Oroszország. Russia. Két spanyol, két lengyel döntőben, vajon ki tudják-e taktikázni a svájci André Buschert, az országos kulcstartót, az Európa rangista vezetőt, az ifjúsági világbajnoki ezüstérmet? Ez itt a kérdés. A svájci fiú azonnal kijön a bolyból, tanári módon megpróbál kibújni, a két lengyel és egy spanyol próbálja meg gyűrűbe fogni azonnal. André Buschert azonban semmit nem hagy a véletlenbe. 1:46.44 másodperc egyéni legjobbja. Svájcban felnőtt bajnoki címet szerzett. És óriási taktikai érettségről tett tanúbizonságot, hiszen nem maradt benne a bolyban. A két spanyol és a két lengyel azonnal elhagyja. Pontosan azért, mert tudja, ha ott marad, beszállják. A második helyen egyelőre Roberto Parra. Az európai ranglista ezüstérbe se halad. A két ranglista topkos tehát egymás mögött. André Buschert, Roberto Parra, mögötte pedig Wojciech Kaldowski, Lengyelországból. Aztán mögötte a másik lengyel fiú. Hát lehet-e érről nyerni 800 méteren világversenyt? Európai döntő, ez itt a kérdés. Roberto Parra úgy gondolja, hogy nem, egyszerűen elmegy a svájci fiúval, az európai ranglista vezetővel, az ifjúsági világbajnok ezüstérmes, itt a hajrá! André Buschert vagy Roberto Parra, a kérdés most már csak ez. André neve pedig Roberto Parra jön, és nagyon az Európa bajnok. Egyetlen egyet tett, amit lehetett. Kijött, nem hagyta, hogy bezárják. Roberto Parra pedig utána ment, és Európa bajnoki címet szerez. A lengyelek jól futottak, André Buschert elmerevedik, de ezért övé az ezüstérem. Hölgyeim és uraim, Parránál már a spanyol zászló jöhet a tisztelettől. Ünnepélyes eredményüldözés következik. Victory ceremony begins.